Szevasztok, üdvözlök mindenkit, én Nessai vagyok, ez pedig a honfoglaló arénája, ahol szövetséget fogunk játszani, és mostani vendégeink, ha szabad így mondanom, hát színművészeti gigászok. A kék csapatban itt van Kökényesi Ági, szia! Szia! A zöld csapatban pedig Kautsky Armand. Hello, szia! Az ország talán két legismertebb hangja, Kökényesi Ágnes és Kautsky Armand jöttek el hozzánk, hogy megküzdjenek a sötét nagyúrral. Vajon hogy sikerül nekik? Na, hát nem is kezdem el Ági így sorolni, hogy milyen elképesztő pályafutás van mögötted, azt meg pláne nem vallom be hangosan, hogy én gyerekként először Sharon Marsh szinkron hangjaként találkoztam a munkásságoddal a South Parkból, mert hogy azért annál nagyobb dolgokat értél már el. Úgyhogy ha jól tudom, jelenleg az Új Színházban játszol, erről mesélj egy kicsit. Hát igen, az Új Színházban játszom, de nem csak ott, hanem játszom a Salgótarjáni Szent Ferenc Színházban, játszom több magánszínházban, a Madácsban még mindig vannak előadások. Tehát sok helyen megfordulok. Van most kedvenced? Kedvencem? Igen, van. Most éppen Ivan Csics társulattában játszom az Olimpiát, és az az Ettingenné szerepét, és az a mostani nagy kedvencem. Na, remek, remek, kiváló. Hát a másik oldalon, Armand, hát a te hangodat azt hiszem, hogy felsorolhatatlan mennyiségű rádió és tévé műsorból ismerhetjük, és biztos vagyok benne, hogy legalább 3 milliószor megkérdezték már ezt tőled, de ez nem tart engem sem vissza, hogy megkérdezem, hogy melyek voltak a kedvenc karaktereid talán, amiket szinkronizálhattál az évek során? Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindegyiket nagyon szerettem. Tehát legyen az sorozat, olyat általában nem csináltam, amit nem szerettem volna. De hát Tom Cruise-hoz nagyon kötődtem az első nagy filmjeiben, az mindenképpen, aztán jött James Bond, ugye Brosnannel, de hát az Angol beteg is egy kiemelkedő helyen áll a szinkronjaim sorában, hogy úgy mondjam. Úgyhogy rengeteg volt. Tehát Ágival is közös munkánk, Bűbályos boszorkák például. Ugye? Hát nem épp az én kedvencem, de azért az is egy remek alkotás. Én szerettem, én nagyon szerettem. Én humoros volt, kedves volt. Szerettem. Csak nem én voltam a célközönség, de attól még remek volt. Na de ennek a játéknak viszont én vagyok a célközönsége, és reméljük, hogy ti is azok lesztek. Úgyhogy kezdjük is a birodalmak kiválasztását. Mint láthatjátok, ugye három területünk van, amelyek fővárosai, a keleti kapu, a Manók földje és a Végtelen hegység. Hát egy remek játékkal fogjuk eldönteni azt, hogy ki választhat először. Nagyon kreatív, én magam találtam ki unalmas perceinkbe. Van itt 3 darab kártya, amiből húzni kell, és aki a legnagyobb számot húzza, az kezdhet. Hát hölgye ki az elsőbség, Ági, válasz akkor egy kártyát, parancsolj, Armand, neked is jut egy, és akkor mutassuk meg, hogy mi a számunk. Hát a 10-es az enyém. Attól tartok, hogy a bunda gyanúja fölmerül, pedig nem így van. Tehát akkor te választasz. Hát ez a szomorú helyzet, igen, hogy sötét nagyúrként én választok először, aztán Armand és végül Ági. Hát melyik terület legyen az enyém, hangzik a költői kérdés. A Végtelen hegységet kérném most magamnak. Ott így elzárkózom a többiektől. Armand, megbeszélhetitek egyébként, tehát itt lényegtelen, hogy melyik őtök választ először. Ágikám. Hát legyen akkor a Manók földje. Legyen a tiéd a Manók? Legyen. Én arra gondoltam, hogy az enyém lenne a kelet kapu. Jó, keleti kapu. Zöldöl, Manók földje. Kékül, és a front vonalaink gyakorlatilag ezzel meg is születnek, úgyhogy kezdődhet a háború, jöhetnek a kérdések. Na hát most indul tulajdonképpen maga a játék, most kell nagyon koncentrálni és izgulni. Hogy hívták Rachel lányát a Jó barátok című sorozatban? Emma, Bella, Liza vagy Mónika? Emma. Egészen biztos, itt beszélgetésnek helye nincs. Én megmondom, hogy nem vagyok benne annyira biztos, de mintha ez végig. Természetesen a válasz helyes, nem igazán tudok belekötni ebbe. Tehát, hogy micsoda kérdés. Esetleg bármilyen élményt szeretnél megosztani. Igen, hogy megcsináltam. És azóta azt hiszem, talán nagyon ritkán jön szembe a tévében, és akkor egy pillanatra ránézek. De most nagyon rosszul esett volna, ha ezt nem tudom megmondom. Ez biztos. Mikor zajlott ennek a szinkronizálása? Hát ez 20-20 évvel ezelőtt. Igen, azért már nem ma volt, igen. És még ma is nagyon népszerű ez a sorozat. De hát ez úgy volt, hogy ez évente volt. Tehát ahogy készült a sorozat, hogy évente bejött 23 rész, és egy évadot csináltunk meg mindig, körülbelül egy
De három azért, nap alatt. Azért volt annyira emlékezetes, hogy Emma akkor megmaradt. Igen, és ez a kérdés könnyű maradt, volt. Igen. Jó, szuper. Hát ennek fényében akkor te is választasz először területet, Ági. No, közelebb jövök egy kicsit, ha nem baj. Mert nyugodtan, nem hát itt az egész asztal a miénk bátran. Tehát én vagyok ugye a kék. A kék, és akkor ki is van jelölve az összes lehetőséged. Én szeretném a feneketlen tó. Feneketlen tó. Legyen, egyből közel oda az én váramhoz. Hát lehet, hogy ez egy rövid játék lesz így valóban. Hát Armand, a választás illúziójának szoktam ezt nevezni. De nekem is választanom kell. Így van, abból az egyből, ami elérhető, a lángoló hegyekből. Hát akkor azt választom én, igen. Így is van. És innentől már nem lángoló hegy, hanem az én birodalmam. Így igaz, de nekem alanyi jogon jár egy visszavágás, úgyhogy a feneketlen tavat azt rögtön gondoltam. Vissza is venném. És mehetünk is tovább. Második kérdésünk így hangzik, melyik nem Óceániához tartozik? Melanézia, Mikronézia, Polinézia vagy a Bahamák? Egy kis földrajz, melyik nem Óceániához tartozik? Szerintem a Bahamák. Ági? Én is azt mondanám, de egyáltalán nem vagyok benne biztos. Akkor valami mást ír hozzá. Mikronézia, nem? Nem. Egészen biztos. Nem tudom, melyiket nyomjam a Bahamák helyett? Melanéziát. Jó. Melanézia. Csak hogy különböző legyen. Melanézia és Bahamák, de jött innen egy erős Bahamák megérzés, de nem volt elég biztos. Miért nem volt ez? Én biztos voltam, csak hogy ha véletlenül nem. Akkor csak a felelősséget nem vállalnál. A felelősséget, ez így van, áttoltam egy kicsit. Pedig a megérzés jó volt, a Bahamák a helyes megfejtés, úgyhogy egy helyes válaszunk van. Mondhatnánk, hogy ez egy jó dolog, de ugye ennek következtében Armand választhat egyet, én viszont majd kettőt. De először te jössz. Tehát magyarul nekem most... Te átjöhetsz, nem? Átjöhetek az Ágin, ugye? Így van, ugye a helyzet jelenleg az, tehát hogy... Tehát a feneketlen tavat is választhatom, így ugye? Van, így van. Akkor azt választom. Feneketlen tóbe. Átgázolok Ágin. Engedelmével. Örömmel átengedem. Így van. És gázolj, akkor most... gázolj. Na de most mindjárt élét vesszük ennek a jókedvnek gyorsan, mert hogy én jövök kétszer, és a feneketlen tavat, a tót... Tón vissza is venném magamnak, és ráadásul van még egy lehetőségem, amivel elkérem a békeföldjét, és fenyegetően közel kerülök Ági várához. Úgyhogy most jól kell majd válaszolni, hogy ez vissza legyen verve. Próbálkozzunk. Önbizalommal, dupla jó válasszal kell most előrukkolni, mondhatnám. Melyik nem labdajáték? Futszál, asztali tenisz, vízilabda vagy curling? Melyik nem labdajáték, ez a kérdés? A curling, nem? Szerintem is. Bizonytalan volt. Az, de nem az, nem az amit amin úgy csúsztak. Az csúsztak. De az nem labda. Az nem labda. Nem labda. Hát curling. Az nem labda. És a futszál, a futszállal el vagyok bizonytalan. Lejár az időnk. Curling. Igen, hát felmerülhet, hogy ugye a curling az minek minősül. Igen. De egyébként a sportágat azt eltaláltátok. Ott kell, ez ott a takarítás megy ezzelre. Sikamika. Sikamika, de az nem labdának labda minősül. Hát az egy ilyen csúszó korong. Korong. Az nem labda. Labda az labda. Gömbölyű. A válaszotok helyes, ez a lényeg. Ez a lényeg. A futszal egyébként az a benti futball tulajdonképpen, ja, igen, a teremfocit, a kisvárás futballt hívják futszálnak. Nos, Ági, tiéd a terep. Hát akkor békeföldje. Így van, az célszerű a szemtelen sötét nagyurat onnan kiebrudálni, és ne felejtsétek el, hogy van egy segítségetek, amelyet úgy hívunk, hogy fal. Armand válasz területet, aztán ezt megbeszéljük. Hát én az előbb bejött ez a feneketlen tó, hát ha... Jó, feneketlen tó akkor zöldül. Szóval, hogy van egy fal nevű segítségetek, amely azt eredményezi, hogy bármelyik mezőtökre most rárakhatjátok, ha akarjátok, nem muszáj, és akkor az kettőször kell. De ezt később, mert csak egy ilyen van, ezt bármikor a játék során felhasználhatjátok. Most rakhatunk? Igen, de nem biztos, hogy érdemes. Ezt lehet offenzíven, defenzív. Hadd beszéljük ezt mi meg, ne arra, hogy tehát, hogy van már. Á, színpád! Mert most ott van ez a feneketlen tó. Nekünk. Azt legint vissza fogja ugye venni. Igen ám, de hogyha van rajta egy fal, akkor neki kettőt kell. A fenének segítek, basszus! Neki akkor kettőt kell elhasználni arra az egy feneketlen tóra. Szeretem, hogy jól gondolkozol. Érted? Igen. Tehát, hogyha most mi oda teszünk egy falat,
a feneketlen tóra, és mondjuk a következő játékot esetleg megnyerjük. Az közösen? Tehát akkor neki is van egy fala, meg nem, neki? Nem, közösen egy falunk van. De ne felejtsük el, hogyha már így érvelsz most a fa mellett, hogyha mondjuk a következő kérdést elrontjátok, és én előre nyomolok a béke földjénél, akkor védekezésre nem tudjátok már ezt a falat felhasználni. Ha most offenzív. Nem, de hát bízunk abban, hogy akkor nem rontunk. Akkor egy falat, falat. Tegyünk egy falat. Egy falat, falatot kérnék a feneketlen tóhoz, több F betűt pedig nem. Nekem még van egy lehetőségem, ahogy ez elhangzott, és hát kénytelen vagyok, ahogy mondta ezt Ági, a feneketlen tó falára ezt elhasználni. Hogy ilyen szépen magyarosan mondjam, és mehetünk tovább. A negyedik kérdés úgy hangzik, hogy mit neveztek az ókori görögök Elíziumnak? Egy talizmánfélét, Zeus törvénytelen lánygyermekét, a boldogság mezejét a túlvilágon, vagy Artemis istennőnek ajánlott fő templomot hívtak Elíziumnak? Hát szerintem én a boldogság mezejét mondanám. Szerintem jelölt is. Szerintem is, szerintem ez egyértelmű. De aztán megcsalhat a dolog, mert lehet, hogy későbbiekben más értelmet nyer, talán. De az elíziumi mezők, én azt gondolom, hogy, igen, hogy az gondolom. Elízium az lesz az. Ezt mondják úgy, hogy tökéletes, meg is magyarázott válasz, amihez a műsorvezető semmit nem tud gyakorlatilag hozzátenni. Így igaz, ahogy elmondtad. A boldogság mezeje a túlvilágom. Na most van baj. Szoktam ezt csúnyában is mondani, de most nem mondom csúnyában. Armand, te választasz először. Szerintem szarvat kéne törnöd, Armand. Végtelen hegység? Hát hol van a szarv? Hát ott. És ha én a végtelen hegységet választom, akkor az egy szarvtöréssel jár? Így van. Én szeretnék egy szarvat törni a végtelen hegységben. Hát akkor így történik, szarvtörése. Következik őszinte bánatomra. Maradt még kettő azért, úgyhogy nagyon nem aggódok. Pláne úgy, hogy Ági nem tud ebbe csatlakozni, ebbe a botrányos nem, agresszióba. Egy magányos sivatagot ezért elfoglalnék. Arra van lehetőség. És végre, hogy megszüntettem azt a falat az előző körben, most a feneketlen tó az legyen ismét a sötét nagyobb területe. És mivel, hogy felhasználtátok a fal képességeteket, ha-ha, most már én is használhatom, úgyhogy a feneketlen tóhoz én is kérnék egy falat. Csak egy szarval, két szarval, bár hiába lesz ez. Fel vagyok szarvazva, köszi, megyünk tovább. Kinek a művész neve Tony Curtis? Bernard Schwartz, Reginald Dwight, Geoffrey Hyman vagy Friedman Endre? Nagy a csönd. Hát... Szerintem Schwartz. Vigyázzunk, mert magyar volt. Van időhosszabbításotok, hogyha még szeretnétek erről beszélni, nem a pánik gomba. Pánik? Ez nem létezik, hogy nem tudjuk. Te mit mondasz? Én a Bernard Schwartzra. Basszus. Még át lehet gondolni, hogyha esetleg van más ötlet. Hát nézzük az Endrét. Nem tudom. Jó. Endre. Hát azért, hogy legyen kettő variációnk, hát hogy beletalálunk. Hasonló a szituáció, mint egy korábbi kérdésnél, hogy Armand férfias határozottsággal, de ugyanakkor csöndes magányban ezt kijelentetted, ezt a Schwartzot, majd magára hagytad Ágit ebben a borzasztó kétségben. Azt mondta, hogy Schwartz, de nem győzted meg a csapattársadat, hogy ez a helyes. Mert az az igazság, hogy én tehát nem tudom, uh-huh. Ez egy érzés, hogy ez a legszimpatikusabb a négy közül. Tehát nem, nincs érvem az Ági felé, azért nem győztem meg. Nincs, nekem annyi van, annyit tudok, hogy magyar származású volt. Tehát, hogy az biztos. De hogy azt szokták, mondani, sincs. Hogy a női megérzés az, ami mindig pontos, de ezúttal a férfi azt megérzés volt az, ami célra vezetett Bernács. Nem baj, lényeg, hogy valami van. Valami van. Ezt ennél jobban magam sem mondhatnám. Valami van, de én választok először, úgyhogy a titokzatos átjárót elvenném Ágitól. Most Armand, így visszavágással. Hát megint csak az illúziója a választásnak. Hát akkor csak az átjárót tudom ugye így választani, igaz. Akkor azt kérném szépen. A titokzatos átjáró, oda-vissza zöldül. Ez egy rendkívül izgalmas és feszült kör lesz, mert én akkor még egyszer a titokzatos átjárót visszakérem magam. Ki volt Franciaország utolsó uralkodója? Miksa császár, második Péter császár, harmadik Boris király, vagy pedig harmadik Napóleon császár?
Szerintem a harmadik napon le. Én is ezt mondom. Szerintem ez egyértelmű. Megint a megérzés. Hacsa, a megérzés, igen. Szerintem a harmadik Napóleon. Neked más? Ági már be is nyomta. Én már benyomtam, igen. Akkor én is megnyomom. Tudjuk-e, hogy időben ezt hova lehet tenni? Szerintem az 1800-as évek vége. Vége. Ez egy alákérdezés volt, mert én nem tudom, és én is sejtettem, hogy valahova 1800-as évek vége. A válasz helyes, harmadik Napóleon császár volt, az utolsó francia uralkodó, és még időben is elhelyeztük. Tehát ha én nem rendelkezem tudással, akkor így könnyű alákérdezni, hogy megerősítsem a megérzéseimet. Szuper jó, Armand. Hát mondanám, hogy izgalmak között. Most mondjam azt egy titokzatos átjárót, mert hosszasan gondolkozom. A titokzatos átjáró. Bezöldül, így van. Jó. Na most ugye Áginak van lehetőség, hogy vagy falat rombol, vagy pedig kerül a nyugati kikötő felé. Szerintem kerüljön. Vagy a viharsarok is egyébként hogy ott van, persze, hogyha ilyen... Nyugati kikötő. Nyugati kikötő. Szuper! Nek nem mondanám a saját szemszögemből, a nyugati kikötőt vissza is kérem. Olyan, mintha nem is játszanék. Hát azért ezt nem mondanám, mert 4000 pontja van a szövetségnek, és 2000 a sötét nagyúrnak, ráadásul egy szar van, már le is tört, úgyhogy nem állok jól, de van még kérdés, amin elcsúszhattok, ha reménykedhetek ilyen gonosz módra, úgyhogy megyünk tovább. Természetesen ezúttal is van nézői kérdésünk, amely így hangzik: Kökényesi Ági és Kautsky Armand az alábbiak közül mely filmet szinkronizálták közösen? Melyik bolygónak a legnagyobb a tömege? Mars, Föld, Szaturnusz vagy Jupiter? Csillagászat. Becsapós lehet a kérdés, hiszen ugye a méret nem a lényeg feltétlenül. Nem a Föld, Ági. Kevés az idő. Én a Földre mondanám. Jó, mondjuk. Félek nem. Mert a tömegéről van szó, tehát tömegéről nem a kiterjedése, mekkora vagy hogy, hanem a tömege. De itt a játékvezető félrevezethet bennünket, Armi, ezzel nem szerintem számoltunk. Ez pont ezen a, pont ezen a vonalon indultam el én is, hogyha ott állnék a helyeteken, akkor egyben arra gondolnék, hogy melyik a legnagyobb? Hát nyilván annak hát a legnagyobb a tömege. És így is van, a Jupiter a helyes válasz, de én is arra gondoltam, hogy ugye van a gázbolygók, azok nem feltétlenül akkora tömege, de hát annyival nagyobb a Jupiter, mint az egyéb válasz lehetőségek, hogy sajnos csőbe húzza a Jupiter ész neki. Na, megkezdődik az előre nyomulása a magányos sivatagban, és tovább is folytatódik. Egyből a béke földjére, és visszavágok a szarv törésért a manók földjén egy toronyrombolással. Csodálatos, bár pontszámban még vezettek, de nem engedhetitek meg magatoknak, hogy a következő körben is két rossz választ adjatok, mert akkor vége a játéknak, de hát ez nem fordulhat elő. Melyik zenei utasítás jelenti ezt mérsékelten? Moderato, tenuto, amoroso vagy parlando? Moderato. Hát mindenképpen moderato. Szükség arra, hogy itt moderáljuk magunkat, a válasz egyértelmű. Amoroso, ez nagyon jó. Helyes, természetesen helyes. Hát ilyen kérdéssel azért nehéz lesz kifogni a játékosainkon, Armand. Nagyon sok választás elé állítottunk téged ez alatt a játék alatt. Ezúttal is csak a feneketlen tavat tudod megtámadni. Akkor kicsit hagy gondolkozzam. Tehát nyugodtan, akkor, nem akkor legyen a feneketlen tó, jó? Jó. Most megbeszéltem magammal. Leromboltuk a falat. Ági. Visszavenném békeföldjét. Békeföldje visszakerül, de nagyon-nagyon ideiglenesen kerül vissza az a békeföldje, sajnos, mert a sötét nagyúr azt kéri vissza magának. Figyellek benneteket. Sokáig tart. Ezt a ide táncolod, tehát figyelem. Ez a mi közös táncunk, ez rendkívül elbűvölő lehet, ugyan az a szomorú része, hogyha Ági kiesik, akkor te is úgymond vele halsz ebben a borzasztó küzdelemben, de még azért az odébb van. 9. kérdés, az utolsó előtti. Milyen alakúak a bacillusok? Háromszög, gömb, tetraéder vagy pálcika alakúak a bacillusok? Én pálcikát mondanék. Én is pálcikát mondanék, de most már félek. Háromszög biztos nem.
tegyen hozzá a sötét nagy úrhez. Göm, nem, én pálcikát. Igen, találkoztam a bacillussal így szemtől szemben, most ezt nem tudom, hogy pálcikát mondani kérdés. 3 másodperc. Legyünk pálcikát. Legyen pálcika. Régen ültetek le egy jó kávé mellé, vacsorával beszélgetni. Megnézhetitek, hogy hogy néz ki, de az emlékeitekben jól él pálcika alakúak a bacillussal. Így van. Így van. Ki kezd? Én kezdek? Hát akkor így békeföldje természetesen. Amit támadjál már be oda, arra alul légy szíves. Hát, hogyan tudnék betámadni? Hát úgy, hogy... Békeföldje bekékül. Igen. Betámadásra ugyan még nem lesz. Oda. Hát a feneketlen tava tudom, most már unásig elfoglalni. Gyakorlatilag most már álmodból felkeltve, és hogyha rákérdeznek... Holnap reggel hogy... így fogok kelni, feneketlen tó. Mi a program már, Anna? Feneketlen tó. Látogassuk meg. Hát most már muszáj vagyok inkább talán, hát nem tudom, hogy védekezzem, vagy támadjon ez a sötét nagyúr, míg harmadik személyben beszélek magamról. A feneketlen tavat visszakérem. Inkább békeföldgyilkos. Ez az egyetlen megoldásod. Béké hagyom, igen. De hát így nem lesz vége. Igaz? Utolsó kérdés. Utolsó kérdés következik valóban, és hogyha mind a ketten elrontjátok, akkor 3-at léphetek, ami azt jelenti, hogy egyel elfoglalom a béke földjét, és kettővel még leigázhatom azt a kék várat. Hogyha egyikőtök is jól válaszol erre a kérdésre, akkor pedig győzelmet arattok. Ez egy hozzám közel álló kérdés. Mivel táplálkozik Super Mario, a videójáték karakter? Makaronival, spenóttal, pizzával vagy gombával? Ágikám, én fogalmam nincs, hogy ki ő. Ez az! Jó, Spenó. Jó, mi a neve? Super Mario? Super Mario. Jó, én pizzát mondok, te mondjál, amit akarsz. Én meg spenótot mondok. Spenót és pizza. Spenót, ez a Popeye lesz. Igen, de lehet, hogy Popeye-jel valamilyen kapcsolatban van. Én ez nekem a... fogalmam sincs, azt se tudom, miről beszélsz. Soha nem jött, biztos vagyok benne, hogy valamilyen formában láttátok ezt a Super Mario karaktert, ebben egészen biztos vagyok. Hát... Ez a videójátékok legklasszikusabb, olyan régi, hogy még egy gondolat se voltam, mikor ez már létezett, ez a Super Mario. De mi már felnőttünk. Ez tény. Mi már akkor is felnőttek voltunk. Én nem erre akartam semmiféleképpen sem utalni, és vele kellett ugrálni és gyűjteni gombákat. Gombákat kellett vele gyűjteni, ezzel táplálkozott. Hát borzasztó ez így nekem, tehát hogy nehéz de nekem. Ez gyilkos kérdés volt, szóval ilyet ennek a korosztálynak. Hát... Nem a sötét nagyúr választja a kérdéseket, ellenben a területeket ő választja, úgyhogy kérném a béke földjét. És az az igazság, hogy én már leforgattam egy évadot, itt sötét nagyúrként, itt a honfoglaló arénájában, és mindig kedves voltam, nem igáztam le a versenyzőket, és valami borzasztó visszhangot kaptam, hogy személyesítheti meg valaki a sötét nagyúrat így, úgyhogy a Manók földjének lerombolnám a második tornyát is. És ha már ennyit mentegettem magam, akkor beviszem a kegyelem döfést itt az utolsó körben, és utolsó lépésemmel a Manók földje utolsó tornyát is. Lerombolom. És akkor én meghaltam, de sajnos a szövetség is oda veszett ezáltal. Hát milyen élményekkel fogtok távozni így ennek tükrében? Én sírni fogok, megmondom őszintén. Én annyira bíztam a győzelmünkben, hogy kész. Én kifaggatom a gyerekeimet, hogy ki ez a Manó? Ki ez a Manó? Super Mario! Nem Manó, Mario. Super ő egy Mario. Vízszerelő Super Mario, és már a hercegnőt menti meg, csak közben gombákkal táplálkozik, hogy életet tartsa magát. Hát még hasregből lett volna kérdés, vagy valami, amihez közöm van. Hát Super amit Mario. Néztünk a gyerekeinkkel, vagy valami. Utána fogtok nézni, és fel fogjátok ismerni, hogy miről van szó, egészen biztos vagyok benne. Hát köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük szépen, hogy leigáztál bennünket. Köszönjük szépen. Nem jönnek többször, de nem az én hibám. Gratulálunk. Köszönöm szépen. És köszönjük a nézőknek is, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy jól szórakoztatok. Találkozunk legközelebb is. Szevasztok! Iratkozzatok fel a csatornánkra, és kapcsoljátok be az értesítéseket is. Ne maradjatok le a legújabb epizódokról. Ja, és Instán is keressetek meg minket.